Elmúlott a rövid farcam, de mi azt nem bánjuk. Sziasság a lányok, otthon maradás. Hitnek a nagy méreg miatt rántos az orcájuk. A 90-es évek elején indultunk el a Babits Mihály Kulturális Központban, a Bartin a táncegyüttes és a Bartin a zenekar segítségével, és aztán 95-ben döntöttünk úgy, hogy Csurgó Zenekar lesz a nevünk, és onnantól vagyunk önálló zenekar. A környékbeli táncegyütteseknek zenéltünk a kezdetekben, ez jó 10 évig ki is tartott, és a Bartin a táncegyüttes mellé is idővel oda kerültünk, ami sok örömöt és sok sikert hozott a zenekarnak az együttes munka. Egyrészt egy komolyságot adott nekünk, egyrészt egy elhivatottságot, és a népzene az mai napig része az életünknek. Bonyhádon táncházakat muzsikálunk minden hónapban, és természetesen népzenei koncerteket is tartunk. Nemrégen voltunk Tamásiban, és tavaly még a Mártonnapi Vigadalomban is részt vettünk itt Szekszárdon. Ennek azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert ezek a gyökereink, és ezek valahogy ugye benne vannak az ember, a magyar embernek az ereibe, a vérébe, a népzene, és ezt szeretjük, és ezt próbáljuk továbbvinni, és egy kicsit fordítani a mai kor elvárásainak. A 2000-es évek elején a Bartin a zenekar, aki addig járta az óvodákat és néptáncfoglalkozásokat tartott több tánctanárral is, ő mondta, hogy mi lenne, hogyha mi átvennénk. Úgy szokták fogalmazni, na most menjenek a csikók. Elkezdtünk óvodákba járni, és úgy alakult, hogy a tánctanár, aki dolgozott velünk, azt mondta, hogy ő kapott egy állást, és ő elmegy. És ez így fél évkor volt pont januárban, és akkor a zenekarhák nagyon megijedtünk ettől, hát nekünk tőle függött az, hogy tudunk-e menni, vagy nem, hát kell valaki, aki foglalkozik a gyerekekkel. És ekkor adódott az ötlet a zenekarba, hogy hát akkor menj előre te. És így kerültem én a gyerekekkel közvetlen kapcsolatba, és azt hiszem ez az egész zenekar életében egy nagy változást hozott, ugyanis elkezdtünk nem ragaszkodni ahhoz, hogy népzene legyen, hanem minden, ami az adott foglalkozáshoz kell, mindenféle zenei irányzatból próbáltunk válogatni, ami a gyerekeknek is úgymond egy újdonság is lehet, de jobban érthetővé teszi azt, amit csinálunk. És itt jöttek a Balázs ötletei, aki gitározik nálunk a zenekarban, az ő zenei ízlésvilága kezdte el áthatni a zenekart, és kezdtünk elindulni a gyerekek irányába. Ez lett egy nagy szerelem, és a mai napig ezt építjük, és ezért élünk. A népzene révén nagyon sok országba eljutottunk, Európa számos országába, inkább azt lehetne kiemelni, hogy hol nem voltunk Európában. Aztán voltunk tengeren túlon Kanadában, a köztelevízióban is most már egyre többször hívják meg a zenekart, és ennek nagyon örülünk. Nem csak azért örülünk, mert hogy mi ismertebbek vagyunk ezáltal, hanem alapvetően, amikor egy művész ember közöl magáról, a lelkéből dolgokat, annak örül, ha ezt minél több embernek tudja közölni. És hogyha ezt megadja nekünk a Jóisten, hogy országosan ismerté válik teljesen a zenekar, akkor nekünk ez azért lesz nagy ajándék, mert a lelkünk apró darabkáit szétpotyogtathatjuk.